Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Puskás képviselőtársam azzal kezdte a mondani valóját, hogy a bizottságban elhangzott az is, hogy egy ellenzéki nem támogathat egy költségvetést. Ez abóvó, így szerintem nincs így, viszont ezt a költségvetést egy ellenzéki képviselő, aki tisztességesen figyeli a folyamatokat, nem támogathatja. Én azt látom, hogy ezen törvényjavaslat ugyanazzal a betegséggel bír, mint a második Orbán kormány eddigi összes költségvetése. Ez a betegség pedig a kiszámíthatatlanságnak a kórja, és ebből fakadóan nem lehet bízni abban, hogy ez a költségvetés túléli majd a következő választásokat. Bármilyen kormányzat is jön utána, narancsszínű, szivárványszínű, vörösszínű, árpássávos színű vagy zöldszínű, attól függetlenül ezen költségvetés megváltoztatása kell, hogy kerüljön. Biztos önök is tudják, tisztelt fideszes képviselőtársaim, hogy ezen költségvetésnek a tervezése során nem figyelték azokat a hosszú távú hatásokat, amely kapcsán nyilvánvaló az, hogy ezen költségvetésen változtatni kell. Itt a makró keretszámok problémája elég erősen felvetődik, hiszen túlzottan optimista az a gazdasági növekedés, ami megjelenik, viszont szeretném itt tisztelt képviselőtársaim figyelmét fölhívni egy aprócska tényre, amire sem a költségvetési tanács, sem az állami számvevőszék nem hívta fel a figyelmet, hogy jelesül az inflációs adat túl magas, elvárt. Egy kormányzattól az szokás, hogy alacsonyan tervezi az inflációt, ezért hát ebben mozgásteret hagy magának a költségvetésbe, és akkor így szabad bevételekhez is juthatna. De abban az esetben, amikor önök teleharsogják a médiát, és az összes lehetséges felületen jön a rezsicsökkentés szólama, amelynek nyilvánvalóan infláció csökkentő hatása lesz a következő esztendőkben, akkor eléggé furcsa ezzel a növekedő inflációs rátával találkozni. Főleg úgy, hogy önök azért nagy díreldúrral bejelentették mind az élelmiszer áfa csökkentés, mind a tömegközlekedési áfa csökkentés kérdését. Ezekről egy szó sincs sem itt a költségvetésben, sem az adótörvények kapcsán. Ezen törvényjavaslat tovább viszi azt a terhet, amely terhet az előző fideszes költségvetések a magyar állampolgárok nyakába tettek, miszerint jelesül van mintegy 2000 milliárd forintnyi megszorítás, amelyen nem enyhít a kormányzat. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a megszorítások költségvetése, viszont azt mondhatjuk nyugodtan, hogy ezen törvénytervezetbe be vannak betonozva az előző évek megszorításai. A szociális kiadásoknak az aránya nem nő akkora mértékben, mint amekkora mértékben csökkent az elmúlt időszakban. Ugyanez igaz a jövőt jelentő oktatási kiadásokra is. Tehát az a pár milliárd és pár tized százalékos szépségtapasz, ami jelentkezik ebben a költségvetésben, az nem ellensúlyozza az előző három esztendő eléggé sanyarú helyzetét. A harmadik pont, amit ki kell emelni ezen költségvetés kapcsán, azok a felesleges kiadások, amelyekre igazán nincsen szükség ebben az országban. Hiszen mindannyian látjuk azt, hogy a legfontosabb cél az az volna, hogy a piaci munkahelyek száma növekedjen. Ezen célját a kormányzat még 2010-ben fennel hangoztatta, de azóta a piaci jelzőt elveszítette, ez az akarat, és maradt csupán az, hogy munkahelyek jöjjenek létre. Munkahelynek számít ugyebár a 4 órás közmunkás foglalkoztatás is, csak a társadalmi haszna és produktivitása nem akkora. Én nem becsülöm le, de korán sem akkora, mint egy piaci 8 órás munkahelynek. És hogy ezen cél kapcsán milyen aktív lépéseket tesz a kormányzat, az nem derül ki ebből a törvényjavaslatból. Az aktív munkaerőpiaci költségek továbbra is stagnálnak. Továbbra is stagnálnak a közalkalmazottak bérei.
nincsen érdemi követése az inflációnak sem. Amit el kell mondani, az az, hogy a kormányzatnak azért vannak olyan kedvenc témái, úgynevezett nünükéi, amire mindig van pénz. Bármi történik ebbe az országba, stadionra mindig lesz pénz. Én nem értem, tisztelt képviselőtársaim, hogyha vannak olyan célok, akár, amit akár egy ellenzéki képviselő is oszthat, hogy a foglalkoztatást növeljük, akkor miért olyan tételekbe fektet a kormányzat, amelyben nyilvánvaló, hogy nem fog a foglalkoztatás egy jottányit sem nőni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy van 84 milliárd forint stadionépítésre, az Exim Bankot újra tőkésítik 18 milliárddal, az állam 50 milliárd társasági adóról mond le nagy lelkűen a sportegyesületek számára. Talán volna miből költeni azon fontos célokra is, amely hosszú távon biztosítják a foglalkoztatás növekedését, és biztosítják azt, hogy a piacon dolgozó magyar vállalkozások olyan magas hozzáadott értékű terméket vigyenek ki a világpiacra, amit jó képzett munkaerő hozott létre. De jó képzett munkaerő nem jön létre olyan országba, ahol nem bővül az oktatásra fordított költségvetési hányad. Jó képzett munkaerő nem tud dolgozni egy olyan országban, ahol folyamatosan kiszámíthatatlan a gazdasági környezet. Minden egyes gazdasági szektorban lehet arra számítani, hogy a szektor működését alapvetően befolyásoló gazdasági szabályokat a kormányzat egyetlen egy tolvonással egyik napról a másikra áthúzhatja. Ezek mind-mind olyan tételek, amik miatt támogathatatlanná válik a költségvetés. De megmondom őszintén, tisztelt képviselőtársaim, számomra a legszomorúbb az, hogy ezen költségvetés nem is reagál arra a súlyos társadalmi folyamatra, ami igaz, hogy az elmúlt 20 évben mindig jellemző volt Magyarországra, de az elmúlt 3 évben radikálisan fölgyorsult. Ez a társadalmi folyamat pedig a társadalom kettészakadása. Amíg a felső egytizednek, a felső decilisnek a jövedelme nőttön nő, és dörzsölik a kenyerüket azok az emberek, akik 500 ezer forintot visznek haza havonta, addig az alsó 40%-nak a jövedelme folyamatosan csökken, és létminimum alá került. Ez egy nem egy egyszerű társadalmi folyamat, én nem azt mondom, hogy ez csak Magyarországra jellemző, ez egy világtendencia. De nagyon sok országban igyekeznek ezt a tendenciát tompítani legalább, még ha megállítani nem is tudják. A magyar költségvetés mit tesz? Még inkább ráerősít. Ezért is elfogadhatatlan ez a költségvetés, hiszen nem reflektál arra a szörnyű helyzetre, hogy itt egyre több család ér hónapról hónapra. Egyetlen egy ilyen pont van, és itt a kormányzatnak azért el kell ismerni a törekvését, hogy végre megtette azt, amit 3 éve mondunk ellenzéki képviselőként, hogy a családi adót kedvezményeket kibővítse a rosszul keresőkre is. Ezt el kell ismerni, ezt végre megtették, eddig is megtették volna, de azért többet is lehetne ezzel kapcsolatban tenni. Viszont a kormányzat nem figyel arra a szörnyű helyzetre, hogy a rosszul keresőknek az úgynevezett fogyasztói kosarába, tehát hogy ők hónapra hónapra mire költenek, abban például az élelmiszer és a tömegközlekedés eléggé magas részt tesz ki, és beígérték ugyebár az élelmiszer áfa csökkentést, beígérték a tömegközlekedési áfa csökkentést, de valójában nem történt semmi. Összességében elmondható az, hogy ezen törvénytervezet azért is nem támogatható, mert bizonytalan lábakon áll, nem fogja megérni a választások utáni időszakot. Ezen költségvetés bebetonozza azokat az elmúlt évek megszorításait, amik miatt folyamatosan széttart a magyar társadalom, és nem középre tart. És ezen költségvetés az, amelyben benne vannak azok az egyéni, mondhatni egókiadások, amik csak szórakoztatását szolgálják bizonyos kormánytagoknak, akiknek vannak elképzelései, hogy a futball fogja majd kihúzni Magyarországot a csávából, de én azt gondolom, hogy a foglalkoztatás és az oktatás húzhatná ki Magyarországot a csávából, ezért nem tudjuk támogatni ezt a költségvetést. Köszönöm szépen!